Kézfertőtlenítők, figyelmeztető táblák és plexifalak jelzik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tatársori épületében, hogy a falugazdászok folyamatosan szem előtt tartják mindenki egészségét. A felkészülés szükséges is, mivel április 7 és május 17 között történik az egységes kérelmek beadása. Sajnos azt kell mondjam, hogy hozzászoktunk, a tavalyi módon adjuk be. Gyakorlatilag akik tavaly is falugazdászon kamarán keresztül adták be, azokat a falugazdászaink folyamatosan hívják, és amit csak lehet, a kérelmek nagy részét telefonos kapcsolattartás útján adjuk be. Az esetek nagy részében nincs szükség személyes megjelenésre, a maradék esetekben pedig az egészségügyi előírások és védőeszközök, illetve eldobható tollak óvják a kamara dolgozóit és az ügyfeleket is. Területnagyságban is és kérelem száma is nagyjából 10%-ot adtuk be, 1000 fölé lépett a mai reggeli adat, legfrissebb adat a megyében beadott kérelmek száma. Ebből közel 900-at a kamar adott be, a maradék 101 néhányat más úton lettek beadva. Ha a területeket, nagyságát is nézem, ott is 40 ezer hektárnál tartunk, tehát az is egy 10%-a adott kérelmeknek. Aki eddig nem falugazdász segítségével adta be terület alapú támogatási kérelmét, az bármelyik falugazdást felkeresheti, vagy felhívhatja a körzetközpontot. Ezután pedig időpontra fogják behívni az ügyfélszolgálatra a telefonos beadások után.